beiratkozás a maristásoknál, török vetélkedő középiskolásoknak, megkezdték a közcsatornák ellenőrzését, óvodai nevelés Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagymunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 7-én 18 óra 5 perckor. A Szent Pál Marista általános iskolában is megtörtént a leendő elsősök beiratása. A részletekről Dánielné Kacsó Andrea igazgatót kérdeztük. A beiratkozást megelőzte egy előkészítő munka. Az iskola elektronikus felületén többen regisztráltak, így őket már időpontra nem is hívták be. A beiratkozás a járványügyi szabályok betartásával zajlott. Gyermekek nélkül csak az iratokkal érkeztek a szülők az iskolába. A GIAD jogszabályoknak megfelelően április 15 és 16-án a nap folyamán bonyolítottuk a beiratkozásokat. Nyilván megelőzte ezt egy előzetes munka. Mi is létrehoztunk egy jelentkezési felületet, amelyen elektronikusan is lehetett regisztrálni, hogy vigyázzunk a járványügyi szabályok betartására. Többen regisztráltak ezen, minden adatukat megadva, úgyhogy őket már be sem hívtuk személyesen időpontra, mert időpontot adtunk azoknak, akik jelezték, hogy érkeznek hozzánk beiratkozásra. Igyekeztünk elkerülni a találkozást egymással, illetve a várakozási lehetőségeket, hogy minél inkább be tudjuk tartani, és tudjunk egymás egészségére vigyázni. Sorban érkeztek a szülők, gyermeket nem is hoztak, kértük is, hogy amennyiben úgy gondolják, mi nem ragaszkodunk hozzá, hogy a gyermeket majd megismerjük őket augusztus végén, hogyha érkeznek a gólyafiókat táborunkba. Minden adatukkal, dokumentumokkal érkeztek a szülők, nagyon felkészültek voltak, már várják, már említették mindannyian szinte, hogy hétfőtől óvoda lesz a gyerekeknek, és milyen jó, mert már várják a gyerekek, illetve ők is várják, hogy utána augusztusban megismerkedhessenek iskolánkkal. Augusztus végén gólya fióka táborban ismerkednek meg a leendő elsősökkel a tanítónénik. Még nem végleges a névsor, a következő napokban is várnak még szülőket. Létszámtól függően akár két elsős osztályt is indíthatnak, Horváth Tünde és Herceg Kis Anna tanítónőkkel. Horváth Tünde tanítónénink, aki most negyedikes osztályt ad át a felső tagozatnak, ő lesz az egyik elsős tanítónénink, illetve egy elsőre érkezik vissza a Herceg Kis Anna, Tündér Kis, vidám, nagyon alapos mozgáskultúrával fölkészült pedagógusunk. Tündi, Horváth Tündi, ő pedig a hittanoktatásából is kiveszi a részét, nagyon játékosan készíti fel a gyerekeket és kíséri őket Jézushoz. Április 19-én elkezdődött a jelenléti oktatás az alsóban, amit a szülők nagyon vártak már. Három távolmaradási kérelem volt, krónikus betegség miatt, a többi gyermek jött aznap iskolába. Már a szüleink nagyon várták, hogy jöhessenek a gyerekek, hisz nagyon próbáltak segíteni, borzasztó támogatóak voltak a gyerekeikkel, de nyilvánvalóan egy hosszabb időszak után az alsó tagozatosok nagyon jó, hogyha a jelenléti oktatásban a tanítónénitől részesülnek mindennemű felkészítésben, felzárkóztatásban és a tanítási, oktatási részben is. Alapvetően szinte minden osztálylétszámunk teljes. Három távolmaradási kérelem volt krónikus betegség miatt, nyilvánvalóan ezt engedélyeztük, és örülünk neki, hogy az egészség védelmében ezt a lehetőséget is felhasználták a szülők, hisz nagyon fontos számunkra is az a legfontosabb. Igyekeztünk távol helyezni az osztályokat is egymástól, hisz most az iskola épületünk termei azért felszabadultak, hogy a felső tagozatosaink nagy szívfájdalmunkra majd csak május 10-én érkeznek, de így távolabb tudtuk helyezni őket, sőt a nagy iskola udvarunk is felosztásra került, a játszótér is be van sorolva, hogy melyik osztály mikor megy a játszótérre, tehát minden lehetőséget megragadunk arra, hogy vigyázzunk a visszaérkezett gyerekekre. Pozitívan fogadták pedagógusaink is, gyermekfelügyeletet is adunk a felső tagozatban, tehát ezt is megszerveztük, megoldottuk, illetve a felső tagozatosok az ebédért is járnak délután, tehát azt is párhuzamosan adjuk ki az ebédeltetéssel együtt. Az osztályokat messze helyezték el, hiszen a felsősök még otthon tanulnak, a játszóteret is beosztották, az 5-től 8. osztályokban ügyeletet biztosítanak, és a gyerekek délben érte jönnek az ebédért is. Dr. Barta Júlia turkológussal beszélgettünk arról, hogy milyen török vetélkedő lesz most középiskolásoknak,
és megpróbáltuk ösztönözni a karcagi diákokat és pedagógusokat, hogy jelentkezzenek, hiszen egy nagyszabású rendezvénysorozatról van szó. Mint megtudtuk, a Türkszói, a Török Népek Nemzetközi Kulturális Szervezetének budapesti képviseleti irodája indított egy online műveltségi vetélkedőt, amely törökségi kultúrát tekinti át. A Türkszói, a Török Népek Kulturális Szervezete, Nemzetközi Kulturális Szervezete, illetve annak a budapesti képviseleti irodája indított egy műveltségi vetélkedőt, a törökségi kultúrát tekinti át. Ez a vetélkedő online vetélkedő középiskolások számára. Azt gondolom, hogy nekünk, főleg a karcagiaknak, akiknek illik tudni, hogy a karcaga turkológia bölcsője, hiszen a század eleje, 20. század eleje óta több generáción át adott a tudománytörténetnek keletkutató turkológust, és Gál László személyében iranistát. Nekünk azért illik tudni ezt, hogy tőlünk keletebbre egy 170 millió főnyi törökségi kultúra virágzik, él a maga valóságában, a maga szépségében és különlegességében. A kazakok, kirgizek, türkmének, tatárok, törökországi törökök, sorolhatnám az ide tartozó népeket, az ő kultúrájukat tekinti át ez a műveltségi vetélkedő, ami, hangsúlyozom, online vetélkedő, és minden megtalálható, ami kell hozzá, ami eligazít az interneten, a Facebookon, vagy külön oldala van ennek, és az Instagramon is lehet követni. A négy fős csapatok regisztrációs lehetőségét meghosszabbították a szervezők. Karcagról sajnos eddig senki nem jelentkezett, de nagyon jó lett volna, ha összekapná magát valaki. Én mindenben segítek nekik, ígérte dr. Barta Júlia. Viszonylag kevesen jelentkeztek, igazán nem is tudom, hogy miért van ez Karcagról, sajnos eddig senki, de azért nagyon jó volna, hogyha összekapná magát valaki, én tudok ebben segíteni, és mindent meg is teszek, hogy segítsenek. Három fordulós lesz ez a vetélkedő, már fönn vannak tájékoztató filmek ezen az oldalon, meg apró kis színes mozaikok ezen az említett oldalakon. Jó lenne, hogyha jelentkeznének rá. Háromfordulós lesz, a döntőbe került csapatoknak például ilyen feladatuk lesz majd, hogy Vámbéri Ármin és Prinz Gyula nyomán állítsanak össze egy úti naplót, egy úti jegyzetet. Na most mindkettő igen híres, ugye Vándorutam Ázsia szívében Prinz Gyula jelentetett meg egy gyönyörű munkát, tehát nem kell mind az 500 oldalt elolvasni hozzá, de azért erről kap majd információt a filmben, és ez alapján van ebben ökológia, tudománytörténet, egy kis néprajz, egy pici kis nyelvészet, de attól nem kell megijedni, mert azért az nem olyan jellegű, hogy nem etimológiát kell írni, vagy megfejteni szavakat, hanem éppen tudni, hogy mondjuk a boza, az mit jelent, amit amúgy is tudni kell a kunságiaknak, mert karcagiként is, meg főleg mondjuk madaras, mert azért ott még az 1970-es években is azt mondták a részegeskedőre, hogy bozálkodik, bebozitált, és ugye ez a nyelvemlékként a boza szavunk ismerhető fel benne. Szóval jó lenne, hogyha jelentkeznének, minél többen jelentkeznének, de én már annak is örülnék, ha legalább egy csapatot be tudnánk nevezni, és a vége egy jó kis kalandtábor lesz majd Szigetváron. A versenyzőknek segítség a Türk Tanács folyóiratának áprilisi száma is, amely Karcagról szól. Németh Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából tiszteleg a folyóirat az emlékének képekkel, melyet dr. Barta Júlia írt, és aki nagyon büszke arra, hogy Karcag ilyen kiváló helyet foglal el a tudománytörténetben. De ha már a Türkszóit ennyiszer emlegettem, a Türk Tanácsnak ugye ez a kulturális szervezete, és van egy folyóirata, aminek az idei áprilisi száma teljességgel Karcagról szól, Németh Gyulának szentelték, Németh Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából tiszteleg ez a folyóirat az ő emlékének.
tele karcagi képekkel, persze német Gyula sírjánál készült, meg a szobránál készült, meg az egyéb emlékhelyeken készült képekkel, és benne egy megemlékezés, egy teljes életrajzi megemlékezés törökül, angolul és oroszul, az én írásom. A közcsatornák ellenőrzését végzik a TLV ZRT kollégái Karcagon 2021. április 26 és június 20-a között. A közcsatornák ellenőrzését végzik a TRV ZRT kollégái Karcagon 2021. április 26 és június 20-a között. A munkálatok célja a csapadékvizek közcsatornába történő illegális bevezetésének felderítése és megszüntetése. Az illegális esővíz bevezetés szennyvíz kiöntéseket okozhat. Munkatársaink a közterületről észlelt szabálytalanságok esetén a helyszínen jegyzőkönyvet vesznek fel, és megkísérlik az ingatlan belső ellenőrzését a tulajdonos vagy a képviselőjének engedélyével. Az ellenőrzés szakembereink a szennyvízgeli csatornákba vezetett egészségre alkalmatlan füsttel végzik. A munka megkezdéséig az esetlegesen szabálytalanul létesített bevezetések következmények nélkül megszüntethetők. Szabálytalan vízi közmű használat felderítése esetén pótdíjat kell fizetni. Kérjük és köszönjük segítségüket, írtam a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT közleményében. Számos célkitűzéssel és feladattal indult a 2020-21-es nevelési év. Az őszi időszakban teljes nyitással indultak az óvodák, azonban akkor már a vírushelyzet egy veszélyhelyzetet jelzett az intézmények számára, így egy nagyon szigorú intézkedési terv mellett tudták indítani az óvodai évet. A részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetővel beszélgetünk. Mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és köszönöm szépen a meghívást. Számos célkitűzéssel és feladattal indult a 2020-2021-es nevelési év. Mik történtek az őszi időszakban? Az őszi időszakban ugye már akkor teljes nyitással indultak az óvodájaink, azonban akkor már a vírushelyzet egy veszélyhelyzetet jelzett az intézmények számára, így egy nagyon szigorú intézkedési terv mellett tudtuk indítani az óvodai évünket. Ezek ugye nagyon komoly rendelkezéseket tartalmaztak arra vonatkozóan, hogy a szülőkkel hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot, milyen programjaink lehetnek, hiszen itt ugye már akkor az óvodákba csak a szülők jöhettek be, napi hőmérsékletmérésre volt szükség, a kézfertőtlenítést ki kellett alakítanunk. Sajnos azonban a november-decemberi időszakban nagyon sok megbetegedés volt az óvodáinkban, úgy a gyerekek között, mint a felnőttek között, ahogyan ugye emelkedtek az országos számok a megfertőződésekbe, ez tükröződött az intézményünkben is. Így volt több óvodánk, ahol az oktatási hivatal rendkívüli szünetet rendelt el egy-egy csoportra vonatkozóan. Aztán a téli szünet után ott azért egy kicsit enyhült a helyzet januárban, amikor újra kezdtük az óvodát, de hát sajnos ez márciusig tartott, és március 8-a óta 6 héten keresztül most rendkívüli szünet volt elrendelve az intézményünkben. A rendkívüli szünet ideje alatt milyen feladatokat végeztek el, gondolok én itt nyilván természetesen a fertőtlenítésekre, illetőleg a gyermekfelügyelet, a gyermekétkeztetés ebben az időszakban hogyan zajlott? Ebben az időszakban valamennyi óvodánkban gyermekfelügyeletet láttunk el, annak érdekében, hogy a gyerekek mégis a megszokott környezetükben legyenek, a saját óvonénieikkel, dolgozóinkkal legyenek együtt, ezért úgy döntöttünk polgármester úrral, hogy valamennyi óvodánkban biztosítjuk a gyermekek számára a felügyeletet. Ezt azok a szülők vették igénybe, akik elsősorban mindkét szülő dolgozott olyan helyen, hogy nem tudták megoldani otthoni körülmények között a gyermekek ellátását. Így a kezdeti időszakban egy olyan 30-40 gyermek volt a városban, aztán a nyitás időszakában 6 hét után akkor már elértük azért a 100-110 főt is az ügyeleti rendszerben. De amellett, hogy a gyermekeket
az óvodában elláttuk, emellett biztosítottuk az otthon lévő gyermekeknek is a gyermekétkeztetést, amelyet az étkeztetőnk kicsomagolva egyénenként elkészített, és ezért a szülők az óvodába érte jöttek, és haza tudták vinni a gyermekeknek. Erre is nagy igény volt, egy olyan 200 adag körülbelül minden nap kiszállításra került. Hogyan segítették az otthon lévő gyermekeknek és nyilván a szülőknek a munkáját? Ugye mindemellett nagyon nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy akik otthon vannak, velük is kapcsolatban maradjunk. És a kapcsolattartás mellett tavalyi évben, egy évvel ezelőtt létrehoztuk a karcagi óvodások Tarka-Barka perceit a közösségi oldalon, és ezen az oldalon az óvodapedagógusaink olyan fejlesztési tartalmakat töltöttek fel, amelyeket a gyermekek otthon a szüleikkel együtt meghallgattak, megnéztek, a tevékenységeket, kézműves ajánlásokat kipróbáltak, mozgásos tevékenységeket is bemutattak a kolléganőim. Ennek az oldalnak nagyon nagy sikere volt a szülői visszajelzések alapján, és mondhatom azt, hogy nem csak az óvodáinkban járó gyermekek, hanem még vidékről is olyan pozitív visszajelzéseket kaptak a kolléganők, aminek nagyon örültünk, hiszen az volt a célunk ezzel, hogy ezen a felületen is egy picit támogassuk azt az otthonlétet, tartalmasabbá, színesebbé, gazdagabbá tegyük. Voltak zenei tevékenységek, mesetevékenységek, és hát olyan produktumok is megjelentek, amelyek a módszertárunkban, az intézményünkben a későbbiekben majd kidolgozásra kerülnek, meg már kidolgozásra kerültek jó gyakorlatként és bemutatásra. És hát emellett ugye ezeket az óvodapedagógus kollégáim végezték, a nevelőmunkát segítő dolgozójaink és a fűtő karbantartójaink pedig elsősorban az épületek karbantartásán dolgoztak, hiszen ez elsősorban a nyári időszakra szokott esni, az óvoda épületeknek a festése, fürdőszobáknak, konyháknak a tisztasági meszelése. Most azonban ezt az időszakot kihasználtuk erre, hogy a csoportszobájainkat a Táncsicskör út 19-es óvodába mind a 4 csoportszobán kifestésre került mosdóhelyiségek, öltözőhelyiségek, folyosók, tehát minden olyan terem, hiszen ez az óvodánk az, amelyik a nyári időszakban ügyeleti ellátás keretében biztosítja a város összes óvodájába járó gyermeknek az ellátását. Úgyhogy a fűtőjeink ezen dolgoztak, a karbantartó munkatársak. Ez szerencsére véget is ért, hiszen mire a nyitás lett, addigra már szépen visszarendeződtünk a terembe. Ott van még egy olyan csoportszobánk, ami parkettás. Ennek a parketta csiszolására, lakozására is sor került a festést követően, úgyhogy nagyon szép környezetbe vártuk vissza. Természetesen a többi óvodánkban is igyekeztünk az olyan feladatokat ellátni, amelyeket előnyösebb akkor, hogyha kevesebb gyermek van. Úgyhogy ott is végeztünk különböző udvarrendezési feladatokat, amelyek ebben az időszakban elvégezhetőek voltak. A szülők visszajelzései alapján egyébként a gyermekek ezt az otthon töltött időt hogyan élték meg? Nyilván már volt élményük erről, hiszen ugye az első bezárás ideje alatt is így történt. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon szeretnek otthon lenni. De ebben a helyzetben ez egy nagyon, a családok számára is egy nagyon kritikus időszak volt, hiszen akik dolgoznak, azoknak azért volt nagyon nehéz megoldani ezt a helyzetet. Ahol iskolás gyermekek vannak, ők otthon tanultak. Több korosztályt kellett ugye a szülőknek, ahol több gyermek van, ellátni ugyanabban az időpontban, időtartamban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt. Várták a gyerekek, hiszen ők azért a közösségben barátaik vannak, társaik vannak, együtt játszanak, ebben az életkorban már nagyon nagy szükségük van azokra a szociális kapcsolatokra, amelyeket már kialakítottak, még a legkisebbek is a tavaszi időszakra. Úgyhogy én úgy gondolom, nagyon várták a szülők visszajelzései alapján, és nagy örömmel is jöttek, hiszen az óvodásainknak a nagy része a nyitást követően megkezdte az óvodát. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen én is.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!